A hüvelykúj varázs. Hallottál már a móres manókról? Nem. A móres manók azok a lények, akik móresre tanítják azokat a gyerekeket, akik nem viselkednek rendesen. Innen kapták a nevüket is. Ezek a manók nem bántanak senkit, azonban megtalálják a módját, hogy a rosszul viselkedő gézengúzokat jó modorra tanítsák. Na de ha akarjátok, elmesélek egy történetet, amikor egy móres manó valakit megleckésztetett. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy testvérpár. Egy kisfiú, akit Beninek, és egy kislány, akit Boginak hívtak. Mindketten nagyon szerették egymást. Nagyon sokat játszottak együtt, sokat homokoztak, hintáztak és csúszdáztak a kertben. De persze nem volt mindig ez így. Néha, amikor összevesztek valami apróságon, nagyon tudtak haragudni egymásra. Az egyik reggelen Bogi hamarabb ébredt fel, mint Beni. Kiment a nappaliba és játszani kezdett az ott előző este ott hagyott építőkockákkal. Egy gyönyörű szép kastélyt épített, amit két hatalmas torony ékített. Nem sokkal később felébredt Beni, és haragosan szólt Bogira, hogy miért játszik ő az ő kockáival, és mérgében felborította a szép várat mind a két tornyával. Beni azonban ahelyett, hogy megbánta volna tettét, hangosan nevetni kezdett, és még jobban szétdobálta a kastély még éppen maradt részeit. Szégyeld magad! Kiáltott rá Bogi, majd a kockákat sírva egy nagy műanyag kosárba kezdte gyűjteni. Ezt a veszekedést látta az arra sétáló móres manó is. Rád férne egy kis jó modor. Na majd móresre tanítalak, mondta a manó, majd folytatta. Holnap reggelre hatni fog a hüvelykúj varázs. Hüvelykúj varázs? Az meg mi? Kérdezte nevetve Beni. Majd meglátod, mondta a manó, és azzal a lendülettel eltűnt a szobából. A kisfiú a manóval mit sem törődve egész nap rosszalkodott. A ruháit szétdobálta, a játékait a ház különböző pontjain hagyta, és volt, amelyiket mérgében összetörte. Este az édesanyja kérésére sem volt hajlandó sem vacsorázni, sem fogat mosni lefekvés előtt. Amint az ágyába feküdt, eszébe jutott a manó és az általa említett hüvelykúj varázs. Mégis mi történhet? Nem lesz hüvelykújam? Na és, van még azon kívül 8 új a kezeimen, ami éppen elég, gondolta, majd pökhendin a fal felé fordulva elaludt. Másnap reggel Beni arcát a napsugarai simogatták, amire felébredt. Az ágyában nagyot ásítva felült, majd az ágy melletti papucsba dugta lábait, és kicsaszogott a fürdőszobába. Amikor ki akarta nyitni a csapot, azt vette észre, hogy sokkal nehezebben sikerült neki, mint máskor. Fogat szeretett volna mosni, de a fogkefe minden alkalommal kiesett a kezéből. Biztos álmos vagyok még, gondolta, majd újra becsaszogott a szobájába. A szekrényének gombját akarta megfogni, ami valamiért szintén nagyon nehezen sikerült. Az öltözködés során nagyon setes után érezte magát. A pizsamából átöltözés máskor egy perc alatt megvolt, most legalább 5 percig történt. Ezután a konyhába ment, ahol már várta az asztalon gőzölgő finom kakaó a kedvenc piros pöttyös bögréjében. Ahogy felemelte azt, hirtelen kifordult a kezéből, és a földre zuhanva darabokra tört. A finom kakaó beterítette a padlót az ezernyi darabra hullott bögre szilánkjaival. – Ne! A kedvenc bögrém! – kezdett sírni Beni, miközben az üvegszilánkokat próbálta átlépni. Édesanyja hamar a konyhába érkezett, és pillanatok alatt feltakarította a kakaót és a bögre darabjait. – Mi történt? – kérdezte, majd egy másik bögrével újabb adag kakaóval kínálta meg kisfiát. Nem tudom, én csak nem vagyok jó paszban ma reggel, mondta szomorkás hangon. Beni, miután a kakaót megitta, a nappali sarkában lévő műanyag kosárhoz lépett, és az építőkockákat kiszúrta a padlóra. Elkezdte a kockákat egymásra rakni, azonban az pillanatok alatt leborult.
Miért vagyok ennyire szerencsétlen ma? Kiáltotta, majd a két kezére nézett. Akkor vette észre, hogy mindkét kezéről hiányzik a hüvelykújja. Mivel nem akart hinni a szemének, elkezdte számolni. 1, 2, 3, és a legvégén 8. Ez csak 8. Tényleg nincs meg a két hüvelykújjam, suttogta döbbenten. Majd hirtelen eszébe jutott a Manó, aki előző nap a hüvelykúj varázslatot említette neki. Miután tudomásul vette, hogy nincsenek meg a hüvelykújjai, próbált csak azért is dacból dolgokat csinálni. Elővette a zsírkrétákat, ceruzákat és rajzolni kezdett, de nem tudta megfogni az írószerszámokat. Aztán a kedvenc kis autójának a távirányítóját fogta a kezébe, de nem sikerült rendesen irányítani azt, ami minden alkalommal neki ment a falnak. Próbált gyurmázni, kirakózni, labdázni, de mint hiába. Kiment az udvarra, ahol felpattant a bicikliére, azonban a kormányt nem tudta rendesen megfogni. Nem tudott fára mászni sem, és nem tudott homokozni sem. Semmit nem tudott rendesen csinálni. Benny nagyon megijedt, hogy soha, de soha nem fog tudni többet játszani, biciklizni, étkezni, rajzolni, gyurmázni, és minden egyebet csinálni. Sajnálta, hogy a kis húgával sem fog majd együtt játszani, táncolni. Pityeregve beszaladt a szobájába, és az ágyán hanyat fekve behunyta a szemét. Kedves Manu, kérlek, hozd vissza nekem a két hüvelykújjamat. Ígérem, rendet rakok magam után, és jól fogok viselkedni. Szipogta halkan a kisfiú, majd elszenderült. A következő pillanatban, amint megébredt, a kezeire nézett, és felkiáltott. Igen, visszakaptam az ujjaimat. Köszönöm, köszönöm, végre eltűnt a hüvelykúj varázs. Az ágyból kiugorva szaladt a nappaliba, ahol az építőkockákat megfogva segített Boginak építeni egy hatalmas háromtornyú csodaszép kastélyt. Egész nap játszott, biciklizett, rajzolt, gyurmázott. Este jól bevacsorázott, és fürdés után a fogkefét jó erősen megfogva alaposan fogat mosott. Nagyon örült, hogy újra vannak hüvelykújjai, és ezért megfogadta, hogy onnantól kezdve szót fogad a szüleinek, és elpakol minden játékot, amikre vigyázni is fog. Valamint innentől kezdve segíti a kis testvérét, amiben csak tudja. Tudta jól, hogy a Móres Manó mindig figyeli, és semmiképp sem szerette volna, hogy újra hasson a hüvelykújvarázs.